Köszöntöm Önöket! Az XVTV heti hírtükör című műsorát látják. Nézzük, mi történt az elmúlt héten a kerületben. Október 6-a. Az aradi hősökre emlékeztünk. Barkóczi Balázs lesz a 12-es választókerületben az ellenzék jelöltje 2022-ben. Új polgármester, alpolgármesterek és jegyző. Tisztségviselőket választott a gyermek és ifjúsági önkormányzat. Október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vezető katonatisztjeire, az aradi 13-akként is ismert, megtorlásként kivégzett hősökre emlékezünk. Elsőként még 5-én emlékeztek ünnepélyes keretek között a 13 aradi vértanúra, közülük is elsősorban Kis Ernőre az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Kis Ernő, akinek utca is viseli a nevét a kerületben, örmény eredetű nemesi családban született, az 1848-49-es szabadságharc során altábornagy rangban szolgált, az ő nevéhez fűződik az első jelentős délvidéki győzelem, a perlaszi szerb tábor bevétele. Kis Ernő az 1849. október 6-án kivégzett golyó általi halálra ítélt katonatisztek közül harmadikként állt a kivégző osztag elé. A legenda szerint, miután az első lövés a vállába hatolt, saját maga vezényelt újra tüzet a tanástalan kivégző osztagnak. Emlékét a 15. kerületben tábla őrzi, melyet március 15-e és október 6-a alkalmából minden évben megkoszorúznak. Az idei főhajtáson tiszteletét tette a terézvárosi örmény és a 15. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat is. A gőg és a túl elő legyőzött, de büszke népünk fennmarad, ők 13-an ott nyugosznak, nem népünk sírja lett Arad. Az önkormányzat október 6-án a Nemzeti Gyásznapon emlékezett az aradi 13-akra. 172 évvel ezelőtt ezen a napon végezte ki 12 tábornokot és egy ezredest az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban játszott szerepük miatt. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is. Az önkormányzati delegáció hagyományosan a Kossuth utcai Batthyány emlékkertben rótta le tiszteletét az aradi hősök előtt. 1848-49 története, és még az aradi vértanúk tanúságtétele és tragikus sors is hozzájárult ahhoz, hogy hazánk megőrizze nem csak a hősei és vértanúi emlékét, hanem mindazokat az értékeket és vívmányokat, amelyek nekik is köszönhetőek. Ezekre épülhetett a későbbi kiegyezés korának jelentős civilizációs, gazdasági és közjogi fejlődése. Ahogy 48 hőseiből és mártírhalált halt honvédőiből merítettek erőt és elszántságot egy évszázaddal később, 1956-ban a jobb és igazságosabb Magyarországot építeni vágyó honfitársaink. Az aradon kivégzett tisztek története ma már fogalom, nevüket az általános iskolások is kívülről fújják. A 13 magyar honvéd tiszt és megtorlásként elrendelt katonához nem méltó haláluk a szabadság szimbólumává vált. Róluk és a velük született eszméről minden évben megemlékezünk. A kegyelet ünnepélyes lerovása nem csupán évekkel az események után, hanem a szemtanúk elbeszélése szerint már a kivégzés napjával megkezdődött, és tart 172 éve. Aradon a kivégzés pontos helyén ma emlékoszlop áll. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s béke leng, a búzsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérbe esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Lezárult az ellenzéki előválasztás első fordulója. A kerületi jelölteket kérdeztük a kampányról és az eredményről. Lezárult a magyar választások történetében eddig egyedülálló országos ellenzéki előválasztás első fordulója. Folyamatosan volt 4 sátor a választókerületben, nem mindig ugyanott. Összesen 5 sátorhelyjel operáltunk, ebből 2 fix volt, ugye egyik a főtéren, másik pedig Újpest központban. Minden párt a saját mértékeinek megfelelően adott embert a sátrak üzemeltetéséhez. A 15. kerületet és Újpest egy részét is magába foglaló 12-es választókörzet eredményei alapján kiderült,
hogy az előválasztás kerületi győztese a több mint 70%-os szavazatarányt elérő DK-s Barkóczi Balázs lett, aki a Momentum jelöltjét Palocsai Bélát győzte le. Számunkra a legfontosabb az volt, hogy folyamatosan ott legyünk az emberek között, beszélgessünk velük, kérdezzük és meghallgassuk őket. Nálunk a demokratikus koalícióban van egy aranyszabály, amit a miniszterelnök jelölt asszony fogalmazott meg, hogy nem az a jó politikus, aki sokat tud beszélni, hanem az a jó politikus, aki sokat tud hallgatni, meg tudja hallgatni az emberek problémáit, és egyfajta válasz lehetőséget vagy megoldási alternatívát tud rá kínálni. A kollégákkal együtt próbáltuk felmérni a kerület problémáit, a megoldásra váró kérdéseket, és arra egyfajta választ megfogalmazni, ezért voltak a sajtótájékoztatók, ezért voltak a parlamentbe beadott írásbeli kérdések és napirend utáni felszólalások, és hát nyilvánvalóan egy kampányt mindig az határoz meg, hogy mennyire eredményes. Én örülök neki, hogy ez egy eredményes kampány volt, hiszen én egyéni képviselőként az ellenzéki voksok 72%-ával megnyertem ezt a választókerületet, így lehetőséget kaptam, hogy én leszek az ellenzék közös jelöltje, aki majd a 2022-es választásban kihívja a Fidesz jelöltjét. A jelenleg is önkormányzati képviselő Palocsai Béla jó alapnak tartja az elért eredményt. Szerintem a legfontosabb, hogy megköszönjem mindenkinek, akik elmentek szavazni. Akár nem szavaztak, akár a Balázsra, hogy részt vettek ezen az előválasztáson. Jelen nem volt még példa, tanultuk mindannyian, sok-sok tanulság született belőle. Tehát nagyjából nekünk volt egy 3 hónapos idő, amiben felkészülhettünk, elmondhattuk azokat a gondolatokat, amiket gondolunk a kerületről, és én innen értékelném egyébként ezt az eredményt. Hiszen ha abszolút értelemben néznünk, ugye az ellenfelem 72%-ot szerzett, én 28-at, mondhatnám azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy vereség. Ha viszont onnan nézem, hogy 3 hónapunk volt tulajdonképpen a kampány ezütétől fogva, én egy kerületben is, a saját körzetemben ismert, de kerület szinten kevésbé ismert politikus vagyok, az ellenfelem egy országos politikus. Hát, ha kapunk szerintem 3-4 hónapot, akkor ez egy nagyon szoros eredmény lesz. Az országos ellenzéki előválasztás október 10-én vasárnap folytatódik. Dobrev Klára és Márki-Zay Péter verseng a szavazatokért, és azért, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje lehessen. Tisztségviselőket választott a 15. kerületi gyermek- és ifjúsági önkormányzat. A vasárnapi szavazáson nyertes, és attól a pillanattól a szervezetet irányító vezetők felelőssége a kerületi általános és középiskolás diákok érdekképviselete. Titkos voksolással, a szavazás tisztaságát és eredményességét ellenőrző bizottság felügyeletével választott új tisztségviselőket a 15. kerületi gyermek- és ifjúsági önkormányzat. Az ifjúsági szervezet polgármestere, jegyzője és 3 alpolgármestere vezeti a következő ciklusban azt a kiterjedt tagsággal bíró nevében is önkormányzatot, amely amellett, hogy ellátja a kerületben élő iskolások érdekképviseletét, gondoskodik azok érdemi, iskolán kívüli képzéséről is. Több vagyunk, mint csak egy sima önkormányzat. Család vagyunk, ezt mi tartjuk is. Ez az egyik, és feladatunkként a legfontosabbnak a jelzőrendszer tartom, hogy segítsünk a fiataloknak a problémáikba minden létező úton, módon, ahogy megkeresnek, ahol tudjunk, segítsünk. Mert számomra ez a legfontosabb, illetve az érdekképviselet. Kerületi ifjúság képviselete a legfontosabb, úgy, ahogy beleszólhatnak az ifjúsági stratégia megalkotásába, a cselekvési tervbe, amiben a nagyon nagy részét egyébként a gyűlökek közösen valósítja meg a kerület. Úgyhogy azt gondolom, hogy a érdekképviselet a legfontosabb feladata a gyűlöknek, de a gyűlökön belül meg a közösség. Mert egy csapat vagyunk. Bár a gyermek- és ifjúsági önkormányzat eddig is kivette a részét a fiataloknak szóló rendezvényekből, a most induló új ciklusban igyekeznek az eddigieken felül más programokkal, eseményekkel is jelen lenni. Tegnap volt egy munkaterv újragondolásunk, ott volt egy-két olyan új ötlet, amit a csapat bedobott. Szeretnénk majd, hogyha minden jól megy, új programokat hozni a kerület életébe a diákoknak közösen, hogy egy kicsit építsük az iskolák közötti együttműködés és a saját együttműködésünket az iskolák dökeivel és hallgatói önkormányzataival, és azokat, amik eddig voltak, azokat szeretnénk folytatni tovább.
Gábor Balázs már csak tudja, miről beszél, hiszen nem most került a szervezet élére. A vasárnapi szavazáson ráadott voksok alapján sikerült újráznia, azaz újból őt találta a tagság legalkalmasabbnak a polgármesteri tisztségre. Az újabb ciklus jelentette lehetőségek pedig arra sarkalják a vezetőt, hogy ami bevált, azt folytassa, amin változtatni kell, azt legyen ereje másképp csinálni, éppen úgy, mint felnőtteknek a nagy politikában. A gyermek és ifjúsági önkormányzat tisztségviselőinek megválasztását helyi politikusok is követték. Gyakorló politikusként jóval nagyobb potenciált látnak az ifjúsági szervezetben, mint ahogy azt talán maguk a gyerekek gondolják. Bár a felnőttek, az igazi politikusok komolyabb horderejű ügyekben döntenek nap mint nap, sokkal nagyobb közösséget képviselnek, és így felelősségük is jóval nagyobb, mint a gyermek és ifjúsági önkormányzat tisztségviselőinek, mégsem gondolják, hogy a fiatalok számára mindaz, amit a gyűjtők nyújt, csupán játék volna, sőt. A záróbeszédben is elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy a gyermek és ifjúsági önkormányzat a jövő politikusainak lehet egy kiinduló pontja, egy úgymond meleg ágya, és nagyon, nagyon remélem azt, hogy ezek a gyerekek majd előbb-utóbb a politikában talán megtalálják a számításukat. Egyébként nagyon ügyes, értelmes, okos gyerekekről beszélgetünk. Évek óta kísérem figyelemmel az ő munkájukat, gyakorlatilag az alakulásuk óta, és az is öröm számomra, hogy egyre többen vannak, és egyre jobban megnyílnak, akár saját maguk előtt is, de felnőttek előtt is egyre jobban tudnak beszélni, és egyre jobban adják magukat, önmagukat. Megmondom, hogy kellemesen meglepődtem látva az eseményeket és a tisztújítás. Nagyon sok fiatal van itt, 24-en voltak itt. Jól látni, hogy ezeknek a fiataloknak a közösségi élet nem ér véget ott, amikor kicsöngetnek az iskolából és kimennek, hanem iskola után is, iskolán kívül is a szabadidejükbe közösséget alkotnak, segítenek egymásnak, és hát ahogy el is mondták, egyébként a bemutatkozások alkalmával ez nagyon szimpatikus volt, és sokaknak ez egyfajta második családként funkcionál. A gyűjtők, úgyhogy alapvetően szerintem nagyon nagy értéket képvisel az, hogy egymással bánnak itt a gyerekek. Egy nagyon jó kezdeményezés, amit itt most már hosszú évek óta a kerületben működik. Nagyon sok olyan gyerekkel találkozunk, akik esetleg elkallódnának, vagy teljesen más közegben mozognának, hogyha nem lenne ez a gyűjtők, és a két segítő által nem lennének ezek a programok és szervezett rendezvények, amiken ők össze tudnak jönni, hiszen ahogy itt a választás alatt is hallottuk, nagyon sokan megtalálták itt a második családjukat, és nagyon sokan egy nagyon jó közösséget találtak, és ebben a közösségben pedig nagyon jól tudtak fejlődni, mint személy, mint pedig emberileg. Úgyhogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egy nagyon jó dolog, hogy ez működik itt a kerületben. Lehet ugyan, hogy a fiatalok többségének a gyűjtők tagság, netán a tisztségviselés egyetlen ciklusra szól csupán, ők is tudják, ők is érzik, hogyha csak egy időre is, de komoly felelősséggel járó munkát végeznek. Néhányuk esetében pedig az sem kizárt, hogy, ahogy a polgármester asszony fogalmazott, a gyermek és ifjúsági önkormányzat valóban csak ugródeszka egy későbbi politikai karrier felé vezető úton. Nem volna hát meglepő, ha valamelyik fiatalt néhány év múlva valamely politikai frakcióban látnánk viszont, akár itt a 15. kerületben. Fennakadások nélkül zajlik a lakosság harmadik körös oltása a dr. Vas László egészségügyi intézményben. A részletekről dr. Buzna Andrea főigazgató főorvos számolt be nekünk. Továbbra is a Rákosúti szakrendelőben zajlanak a koronavírus tesztelések. Az időpont módosítására nem volt eddig szükség, így továbbra is 7 és 9 óra között várják a lakosságot. Kívülről kell bemenni, kérem türelemmel várakozzanak, mert egyszerre csak egy embert fogunk tudni beengedni, nehogy egymást megfertőzzék. Zajlanak a harmadik körös oltások, nagyon sokan kérik, vannak napok, amikor teljesen tele van már, ez a 9-től 2-ig tartó időszak. Jelenleg Pfizer és Janssen oltás érhető el a kerületi oltóponton. Az oltóorvossal egyeztetve kell kiválasztani az önöknek legmegfelelőbb oltóanyagot. Ebben segítségükre van egy táblázat is, melyben felsorolják, hogy melyik oltóanyag javasolt az előző kettő után. Nagyon sokan keresik a Modernát, de az nincsen. Moderna csak oltóközpontokban van, olyan oltóközpont, ami kórházhoz kötött. Tehát kérem az interneten keressenek olyan oltóközpontot, ha Moderna oltást szeretnének, ami kórházban van. Ott lehet csak egyedül kapni, járóbeteg szakrendelések ilyen oltóanyagot pillanatnyilag nem kaptak. A szakrendelőben még mindig arra törekednek, hogy minél kevesebb ember legyen egy légtérben.
le fogjuk bontani ezt a kis bódét, ami egész régen gyógyászati anyagok, természetgyógyászati cikkek árusítására szolgált, így jelentősen meg tudjuk növelni a légteret, illetve a négyzetmétert, fogunk vásárolni több padot, széket, hogy kényelmesen le tudjanak ülni, de majd kérem önöket, hogy egymástól legalább 1-1,5 méter távolságot tartsanak. A portánál egyszerre 30 embert engednek fel a laboratóriumba, viszont a többi szakrendelésre, mint például a nőgyógyászat vagy a kardiológia, többen érkeznek, ezért fontos a megfelelő távolságtartás. Sajnos a negyedik hullámnak már a kezdetén vagyunk, és ez egyre csak rosszabb lesz. Mindenhol hallhatják, hogy november végére várják körülbelül a tetőzést, hát addig próbáljunk minél több oltást felvenni, mert az a legfontosabb. Ha bármilyen a rendeléseket érintő módosítás lép életbe a szakrendelőben, arról az egészségügyi intézmény honlapján és Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Visszalép az ellenzéki előválasztás második fordulójától Karácsony Gergely. Karácsony Gergely visszalép Márki-Zay Péter javára az ellenzéki előválasztás második fordulójától. Arra a belátásra jutottam tegnap nagyjából olyan 11 óra körül, hogy ha ezt nem lépem meg, akkor Orbán Viktor marad, jelentette be a polgármester Márki-Zay Péterrel ma délelőtre meghirdetett sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely azt mondta, hogy jó szívvel fejezi be miniszterelnök jelölti kampányát, és arra kéri az eddig őt támogató pártokat és szervezeteket, hogy a második fordulóban támogassák Márki-Zay Pétert. Orbán Viktor miniszterelnök Karácsony Gergely visszalépésére Facebook bejegyzésében annyit reagált: pek. Továbbra is felfutó ágban a fertőzöttek száma. A friss péntek reggeli adatok továbbra is a járvány erősödését mutatják. Az elmúlt 24 órában 774 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, illetve 16 beteg hunyt el a betegséggel összefüggésben Magyarországon. Emelkedett a súlyos esetek száma is, már 650-en vannak kórházban. A 774 új eset 14%-os növekedést jelent az egy héttel ezelőtti adathoz képest, ami a vírus terjedésének gyorsulását jelzi. Nő az oltással rendelkezők száma is. Tegnap reggel óta újabb 3031 ember kapta meg az első oltását, több mint 5,5 millióan már a második oltást is megkapták, 877 ezeren pedig már a harmadikat is. Október 15-től a házi orvosoknál lesz az influenza elleni védőoltás. Lapértesülések szerint legkésőbb október 15-ig, azaz jövő péntekig valamennyi háziorvoshoz megérkezik a térítésmentesen kérhető hazai gyártású influenza elleni oltás. A kormány ebből a típusból 1,3 millió adagot biztosít a lakosság számára, ezen felül egy másik típusból további 4000-et a 3 éven aluliak oltásához. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy mivel tavaly gyakorlatilag elmaradt az influenza járvány, idén a korábbiaknál sokkal nagyobb az influenza elleni oltások beadásának tétje. Ócsai Lajos, az egykori ANTS járványügyi főorvosa szerint egyidejűleg biztosan nem lehet senki influenzás és covidos, de egymás után már meg lehet fertőződni mindkettővel, így már mindkét betegség súlyosabb lehet, ezért egy koronavírus utáni influenzába akár bele is lehet halni, hiszen egy legyengült immunrendszer érkezik az újabb vírusfertőzés. Átadták a Nobel békedíjakat. Maria Ressa fülöp-szigeteki és Dmitrij Muratov orosz újságírónak ítéltek oda az idei Nobel békedíjat. A bizottság indoklása szerint Ressa és Muratov a demokrácia és a tartós béke előfeltételének tekinthető véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott erőfeszítésért kapta meg a kitüntetést. Életmű díjat kap Mészáros Márta. A 34. Európai Filmdíj december 11-i berlini átadó ünnepségén a világ filmművészetéhez való egyedülálló hozzájárulásának elismeréseként Mészáros Márta kapja az Európai Filmakadémia életműdíját. Kájál Csaba, a mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke a díjhoz gratulálva azt mondta: nagy öröm az életműdíjasok listáján az első magyar nevet látni ebben a különleges évben, amikor a magyar film 120 éves jubileumát ünnepeljük. Horrorfilmet jelöl Magyarország az Oscarra. A hazai bizottság döntése értelmében Bergendi Péter Postmortem című filmjét nevezi Magyarország a nemzetközi film kategóriájában a 94. Oscaron. Ez az első alkalom, hogy hazánk horrorfilmmel indul a díjért.
A postmortem 1918 terén játszódik. A történet szerint egy fiatal vándorfotós abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. A férfi egy 10 éves kislány hívására egy kis faluba érkezik, ahol szokatlanul sok munkája akad, és egyre több természetfeletti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, ő pedig elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. A 91. Oscar-gálát március 27-én rendezik. Soha nem voltak még ilyen magasak az üzemanyagárak. A Brent olaj hordonkénti ára néhány nap alatt 83 dollár fölé emelkedett, ami tovább emeli a hazai üzemanyagárakat. Ma hajnalban újabb 9 forinttal nőtt a benzin és a gázolaj ára, így előbbi átlagára 482, utóbbié 493 forintra nőtt. Ezen a héten az üzemanyagok így már 15, illetve 17 forinttal drágultak a szerdai áremelés után, az októberi áremelkedés pedig már elérte a 21, illetve a 25 forintot. Tapasztalatcsere és jó tanácsok. Mosonmagyaróváról mutatnak példát. Nyugodt kutya, nyugodt gazdi. Kutyákat áldottak meg Pestújhelyen. Sütés, bográcsozás, jótékonykodás. Közös főzés a főtéren. Mosonmagyaróváról érkezett delegáció a hivatalba, hogy megosszák tapasztalataikat a nálunk még átalakítás előtt álló, a kulturális életet és a médiatartalom előállítást közös platformon kezelő intézmény egyesítéssel kapcsolatban. Hiába nagyon hasonló a Mosonmagyaróvári és a 15. kerületi szervezet egyesítési és fejlesztési projekt, legalábbis a kiinduló pont jelentősen eltér egymástól. Mosonmagyaróváron 2008-ban jött létre a Flash Nonprofit Kft. Egy hasonlóan működő konstrukció, egy hasonlóan működő gazdasági társaság, mint ami itt a 15. kerületben is fog működni 2022. január 1-től. Ez a Nonprofit Kft. Látja el Mosonmagyaróváron és térségében a kulturális feladatokat és szolgáltatásokat, és ez a Kft. Végzi a média kommunikációs feladatokat is. Ők üzemeltetik a Mosonmagyaróvári televíziót, ők adják ki a Mosonmagyaróvári települési lapot, és sok minden egyéb másban is ők mozognak. Mosonmagyaróvára egyrészt a 15. kelet testvérvárosa, tehát kézenfekvő, hogy a testvérvárosunk példáját használjuk. Másrésztről, hogyha a városról és térségéről beszélünk, akkor teljes mértékben hasonló adottságokkal bír. Nagyjából ugyanúgy 78.000-80.000 ember ellátásáért felelnek, hasonló infrastruktúrán, hasonló méretekben és hasonló költségvetési forrás mennyiségben, allokációban. Szóval nagyon-nagyon sok mindenben ténylegesen hasonlít az a dolog, és összehasonlítható azzal, amit szeretnénk csinálni. Ezért is gondoltuk, hogy megkeressük őket, hogy osszák meg velünk az elmúlt évek tapasztalatait. Talán jó tanácsként annyit mondtak, hogy ami rendkívül hasznos, az a gazdálkodási feladatok, a gazdálkodás szabadságának a megteremtése, ebben a külső források bevonásának a lehetőségéről, különböző mecénási programcsomagok létrehozásáról beszélgettünk, mind a mellett, hogy milyen kulturális tevékenységet és közművelési feladatokat tudunk ellátni. Mi szépen építettük fel a rendszerünket, tehát mi egy közművelődési intézményből építettük ki a nagyobb portfóliónkat is, amiben becsatlakozott például egy médiacentrum. Itt egy fordított helyzet van, hogy megpróbál összevonni pár dolgot, vagy pár olyan intézményt, ami akár a közművelődéssel vagy a médiával foglalkozik. Én azt mondom, hogy a végeredmény biztos, hogy hasznosabb és sokkal költségtakarékosabb megoldás szerintem, és pont a szinergiákból adódó lehetőségek, tehát az, hogy az egymást kiegészítve tökéletesen tud működni akár a közművelődés területén, vagy a média területén. Nagyon nagy feladat, egy nagyon-nagyon fontos feladat, és nagyon meghatározó feladat a kerület életében, hiszen mégiscsak egy újuló gazdasági társaság jön létre, az eddig megszokott keretekkel szemben, ami viszont megteremti annak a lehetőségét, hogy a jellegi jó alapokról elrugaszkodva egy kicsit minőségibb, szélesebb rétegeknek szóló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Hogy a mosonmagyaróváriak első kézből származó tapasztalatai és jó tanácsai fontosak és nagyon is megfontolandók, az nem kérdés. A 15. kerület előtt álló szervezet összevonás ettől függetlenül nagyon komoly lépés, aminek kézzelfogható haszna és pozitív hozadéka majd csak a gyakorlatban mutatkozik meg. Egy nap, amely csak az állatokról szól. A hétvége folyamán és hétfőn több helyszínen is rendezvényekkel ünnepelték az Állatok Világnapját.
Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi és haszonállatok. E kapcsolatra hívja fel a figyelmet az Állatok Világnapja, amit Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének emlékére október 4-én tartanak. 4 különböző helyszíre is kilátogattunk, ahol színes programokkal várták a gyerekeket és felnőtteket. Itt a budapesti állatkertben is most már évtizedek óta minden évben megünnepeljük az Állatok Világnapját, de 2009 óta az a szokás, az a hagyomány itt nálunk, hogy ilyenkor nem csak a tulajdonképpeni Állatok Világnapján van valamilyen rendkívüli esemény az állatkertben, hiszen ez vagy hétköznap, vagy hétvégére esik, de ugye az nem mindegy, mert hétvégén elsősorban a kisgyermekes családokat, ők érkeznek az állatkertbe hétköznap, meg elsősorban tanulmányi csoportok, óvodások, iskolások csoportosan, és hát ezért aztán az a szokás, hogy ilyenkor egy többnapos rendezvény sorozattá bővítjük ki az Állatok Világnapja ünneplését. Ez az, amit mi Állat és Növény Szeretet Fesztiválnak neveztünk el. Több állomáshely is van az állatkertben, ahol általában egy sátor vagy valamilyen állomáshely van kialakítva. Ott van, ahol a mi munkatársaink segítenek megismerni azt a vadállatmentő munkát, amit az állatkert folytat, hiszen mi ezzel is foglalkozunk. De itt van például a főkert, aki ugye a fővárosnak a közterületei, közparkjaival foglalkozik, és az ő munkájukról is ott van egy nagyon érdekes állomáshely. Prevenciós jelleggel járja a kerületi iskolákat a 15. kerületi kutyások csapata, hogy minél több gyermeknek tartsanak előadást a felelős állattartásról. Minden korosztálynak próbálunk egy ilyen kiadós kis előadást tartani az állatvédelemről, az állatgondozásról, az állattartásról, és ugye önmagáról az állatokkal kapcsolatosan. Nyilván azért mindenkinek a saját kis nyelvén, a saját kis korosztályának megfelelő előadás lesz. Nem csak száraz anyagot hozunk ki, hanem most például hozzunk ki, meg ugye mindig is viszünk magunkkal állatokat, tehát hogy úgy tartjuk alapvetőleg a kis előadásainkat, hogy állatok kíséretében. A gyerekek kígyóval, sünivel és cicákkal ismerkedhettek meg testközelből. Kerületünkben még egy esemény volt az állatmentő angyaloké, akik többek között őrzőbédő bemutatót tartottak. Az Állatok Világnapja alkalmából települtünk ide ki az Ázsia Centerhez, hogy népszerűsítsük a felelős állattartást, illetve az örökbefogadó kutyákat, illetve cicákat a menhelyekről. Egész nap fel van állítva a füves részen egy agility pálya, így saját kutyával is ki lehet próbálni ezt a fajta sportot. Aki esetleg elsőként jár ilyen pályán, annak segítünk, hogy a kutyusa pozitív élménnyel távozzon a pályáról. Hozzám is lehet jönni egész nap tanácsadásra, kutyaneveléssel, tartással, gondozással kapcsolatosan, lemozgatással kapcsolatosan, vagy bármi, amilyen kutyával kapcsolatos kérdés, illetve hát lehet velünk találkozni, beszélgetni akár az állatvédelemről, a munkánkról, meg lehet minket ismerni. A Rex Állatszigeten is egésznapos programsorozattal készültek ebből az alkalomból. Előadásokkal és bemutatókkal várták a látogatókat. Állunk itt ezen a második szombaton, van a mostani alkalommal az Állatok Világnapja, egy rendkívül színes programmal készültünk, amiben nyilván a főszereplők az állatok. Nemrég lett vége Tóth Gábornak az előadása, aki a hörcsöktől a görényen keresztül a rókáig bezárólag élő állatokkal bemutatta a környezetünkben élő vadon élő állatok túlnyomó többségét, és arról azzal zárta az előadását, hogy az állatok itt élnek a környezetünkben, de ahhoz csendben kell, hogy legyünk, hogy észrevegyük a jelenlétüket, és amikor megismertük és megszerettük őket, akkor már szinte magától adódik, hogy vigyázzunk is rájuk. Október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. A dátumválasztás nem véletlen. Az állatok védőszentjéhez van köze, már is megtudhatják miként. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. És hogy hol kapcsolódik egymáshoz egy két jeles nap? A hagyományok szerint világszerte ezen a napon az állatok is részesülhetnek áldásban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen. A legenda szerint Assisi Szent Ferenc úgy prédikált az állatoknak, hogy azok értették szavait. Ennek hatására 1931 óta az Állatok Világnapját ünnepeljük október 4-én, Assisi Szent Ferenc emléknapján. Az ünnep reggelén a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia előtt Almási Tamás plébániai kormányzó mondott áldást azokra a házi állatokra, köztük kutyákra, amelyekkel gazdáik részt vettek a ceremónián. De vajon milyen hatással lehet egy állat életére, ha megáldják? Kérdésünkre Almási Tamás atya
adott választ. Minden áldás, szentelmény Isten égi kegyelmeit közvetíti. A szentelt víz nem önmagában hatékony, hanem az imádság által. És akik részt vesznek egy imában, ott Isten kegyelmeit veszik magukra, és így nyilvánvaló, hogyha egy nyugodt gazdi van, annak nyugodt kutyája lesz, és összhang lesz az ember és az állat között. Ilyen értelemben van hatása minden szentelésnek, így az állatok megszentelésének is. Áldott vagy, Urunk, aki állatokat teremtettél, és őket munkánk segítségén rendrendelted. Milyen számos a kezed alkotásai, Urunk! Október 8-án a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról emlékezik meg a Magyar Katolikus Egyház. Október 8-a különleges ünnep a Magyar Katolikus Egyház számára, a magyarok nagyasszonya ünnepe. Története 1038. augusztus 15-ére vezethető vissza, mikor is Szent István király halála előtt ezen a napon felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Ezt Almási Tamás plébános tolmácsolásában hallgathattuk meg. Menjek királynéja, a világ dicsőséges megújítója, a te oltalmadba, a te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom a Szent Egyházat püskökeivel és csapságával, az országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak búcsút mondva a te kezedbe ajánlom lelkemet. Magyarország 1000 éves történelme tele volt nehéz pillanatokkal, amit végig kísérte pártfogás. 1686-ban, amikor végre felszabadul Buda, koronázó templom, a Mátyás templom oldalfala ledől, és előkerül az a Mária szobor, amit direkt a török elől falasztak el. A legenda szerint ezt a török csapatok jelnek vették, és kimenekültek országunkból a másfél százados megszállás után. Később Patrona Hungária néven sok lobogón pénzen megjelent a Szűzanya. Még az 1848-as szabadságharc alatt is ilyen lobogó alatt indult harcba a nép. Az évek számával együtt a nemzeti ünnep iránti vágy is nőtt. 1896-ban Vaszari Kolos herceg prímás kérésére 13. Leó pápa egy külön engedélyt adott hazánknak az 1000 éves Mária tisztelet miatt, hogy egy külön ünnepet iktassunk be. Hát ez lett először október 2-a, aztán áthelyezték október 8-ára. A történelem során többféleképpen is ábrázolták a nagy boldogasszonyt. Ezen ábrázolások egyike a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánián is megtekinthető. A magyarok szent koronája kerül a Szűzanya fejére. A kis Jézus kezébe szokták adni az országalmát, és a Szűzanya másik kezében pedig a jogar jelenik meg. Sok esetben a Szent Istváni palást, koronázó palást kerül a Szűzanya vállára. Itt a magyarok nagyasszonya előtt a kis Jézus áll, és figyelmezteti a Szűzanyát, hogy ne feledkezzen meg a magyarságról, a Kárpát-medence népeiről, ezért áll azon a bizonyos nagy címeren. A Magyar Katolikus Egyház főünnepét országszerte szentmisékkel ünneplik. Sütés, bográcsozás, jótékonykodás, közös főzés a főtéren. Senior Akadémia ezúttal online formában. A téma az időskori szexualitás. Döcögős rajt. Lejátszotta első bajnokiát a Palota RSC. Hétvégén még szép késő nyári időjárás mellett került sor a Ráte hagyományőrző főzőversenyére. Ahány bogrács, annyiféle étel készült, de a jótékonyság is fontos szerephez jutott. Idén nem szólt közbe a vírushelyzet, így sikeresen megtartották a jótékonysági főzőversenyt a főtéren. Az évek óta megrendezésre kerülő karitatív rendezvényre idén 21 csapat nevezett. Csirkepaprikást fogunk csinálni túrós csúszával, amerikai palacsintával és almás megyes pitével. Unokanővérem a főszervező, ő a csapatkapitány. Utána ott van anyukám, aki a szakmai stáb, tehát hogy ő segít nekünk fuvaroz, meg minden.
apukám, aki a fő, ő a felelős a kajaügyért. Hát az én feladatom leginkább a tűzért odavaló, tehát hogy a tűzre kell figyelnem, a sparhelyben meg a bogrács alatt. A zsűri tagjainak is sok időbe telt, mire végig kóstolták az összes ételt, majd sikerült döntésre jutniuk. Makai Ferenc maga is a zsűri egyik tagja volt, így nyilatkozott a bírálási folyamatról. Ahogy most körbe mentem, még a zsűrizés javába tárt, még egy csapat nem adta le a versenyszámát, az ételt, de viszont már jóformán mindenhol elfogyott az étel. Ez azt jelenti, hogy minden csapat remekelt, minden csapat finomat főzött, és én tényleg csak hálás köszönettel tartozok az összes csapatnak, hisz ők maguk finanszírozták a belevalókat, és az idejüket nem sajnálva azért, hogy jótékonykodjanak, nekiálltak és itt főztek, és egy gyönyörű szép délelőttöt varázsoltak itt. Első helyen végül a Sparhelt Palota, második helyen az Újpalotai Szabadidőközpont végzett. A harmadik helyen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Egyesített Bölcsödék és a Répszók csapatai osztoztak. Hosszú kényszerszünet után először adhatott koncertet a Hubay Jenő Zeneiskola Fúvós Egyesülete. A koncertsorozat első előadásán vendégművészek is felléptek. Hiába nincsenek fellépések, próbálni akkor is muszáj. Egy zenekar esetén azonban az egyéni gyakorlás ezt korán sem helyettesíti, márpedig a Hubay Jenő Zeneiskola Fúvós Egyesülete számára más lehetősége az elmúlt hónapokban nem nagyon adódott. Az országban volt egy-két olyan szerencsésebb helyzetű zenekar, akik mindenféle technikai megoldásokkal azért valamelyest tudtak dolgozni. Meg hát voltunk mi, akiknek nem volt helyünk sem. Én, mint az együttes művészeti vezetője, sem az egyesület vezetősége nem kultiváltuk azt az ötletet, hogy mi azért valahol találunk egy helyet, és azért próbálunk, mert azért itt emberi életekkel játszani nem lehet. Így aztán inkább olyan műsort próbáltunk meg összeállítani erre a Covid utáni első koncertre, ami nem azt mondom, hogy ismétlés, mert nem az. Voltak benne a műsorban olyan számok, amiket korábban évekkel ezelőtt már játszott az együttes, de tényleg évekkel ezelőtt, tehát még azt mondom, hogy nem Covid előtt egyel, hanem Covid előtt jóval, de ezzel a csapattal még nem. A Fúvós Egyesület október 1-jei koncertjén a Zeneakadémia részfúvós szeptetje, azaz 7 tagú zenekara is vendégszerepelt, sőt, ők adták a koncert első felét. A Zeneakadémia részfúvós együttese, ez a 7 tagú együttes egy szeptet, hát nagyon jó kapcsolatban vagyunk, beszéltünk, hogy itt koncertezhetne az együttes, és hát az együttes tubása, akire rettenetesen büszke vagyok, nem csak én, hanem azt lehet mondani, hogy az egész zeneiskola, és hát Vince Nándor, ő bizony innen a zeneiskolából került közvetlenül a Zeneakadémiára, és ő az együttes tubása, és amennyire észreveszem, egy kicsit ilyen kohéziós erőt képvisel a szeptetten belül, tehát elég igyekszik összetartani a csapatot. Nem a Zeneakadémia részfúvós szeptetje volt azonban az egyetlen meglepetés. A karzatról a Baptista Központi Énekkar kórusa adott hozzá nem is keveset a koncert záró tételéhez. Október 8-án kezdődik az első Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál Budapesten. Zenei ritkaságok, ősbemutatók, premierek mellett a hazai és nemzetközi kulturális élet kiválóságait láthatja a közönség. Október 8-án kezdődik és egészen október 24-ig tart az első Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. Klasszikus zenei koncertek mellett több opera és táncelőadás, szakmai konferencia, orgonakoncert, kortárs zenei est, jazz, világzene és könnyű zenei csemegék, irodalmi, valamint képző művészeti programok és rendhagyó köztéri események várják az érdeklődőket. Nem csupán Budapest legjelentősebb intézményeinek színpadán, de számtalan különleges helyszínen, az esztergomi bazilikától a Schwab-hegyi csillagvizsgálón át a párizsi nagyáruházig. Nem véletlen a névválasztás, ugyanis Liszt Ferenc szívén viselte a magyar kultúra fejlődését. Ő tettekben is képviselte. Ki is fejezte ezt több akkori interjújában, hogy milyen fontos számára Magyarország, és hát az sem véletlen, hogy itt hozták létre azt az egyetlen zeneakadémiát a világon, amit ő alapított. Most ez mind kötelez bennünket, ugye a kultúra szerető polgárok világszerte ismerik ezt a nevet,
Igazság szerint az a kérdés merül fel, hogy miért nem hamarabb találtunk már rá Liszt Ferencre, de hát most örülünk, hogy itt van velünk. A Liszt ünnep ezért főhajtás is Liszt Ferenc zsenialitás előtt. Ugyanakkor olyan nagy nemzetközi figyelemre számot tartó összművészeti eseménysorozat, amely évről évre ízelítőt nyújt Liszt páratlan életművéből. Az összművészeti jellege és a különböző műfajokon túl az, hogy különböző rétegeknek is kínál programokat a Liszt ünnep. Én azt mondom, hogy a családosoktól az idősebbekig bezárólag mindenkit nagyon nagy szeretettel látunk. Mindenki megtalálja a hozzáillő programot, érdeklődése szerint is. Az idén első alkalommal megrendezésre kerülő Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál programjáról részletes információkat a lisztünnep.hu honlapon találhatnak. Újabb online előadással folytatódik a Rákospalotai Szenior Akadémia. A Csokonai Kulturális Központ által szervezett előadásokkal az 50 év feletti korosztályt kívánják megszólítani és hasznos tudással ellátni. Ismeretterjesztő sorozat indult a Csokonai Kulturális Központban Rákospalotai Szenior Akadémia néven dr. Jászberényi József, gerontoandragológiai kutató, időskori szakértő, a Milton Friedman Egyetem felnőtt képzési igazgatójának előadásában. Külföldön dolgoztam, tanultam, többek között Svájcban, Finnországban és más országokban, és ott mindenhol láttam azt, hogy az időseknek, ott 55 felettieknek mindenféle képzéseket indítanak, akkor ennek óriási sikere volt, rengetegen jártak ezekre. Ezeket többnyire egyetemek indították, és amikor én a 2000-es évek elején hazajöttem Magyarországra, akkor egymás után kerestem az egyetemeket, hogy itt is kéne valamit indítani. Tavasszal kezdtük el a Csokonai Művelődési Központtal, akkor még a Covid közepén a videó előadások küldését, hiszen addig, amíg fizikailag nem tudunk találkozni, addig egy hónapban egyszer küldök nekik egy nagyjából 20 perces videóanyagot, amit ők különböző platformokon közzétesznek, és ennek keretében mindig más és más témákat veszek górcső alá. Többek között volt már téma például a demencia, az időskori online tanulás, vagy az időskori félelmek kezelése, most pedig egy új és különleges témával jelentkezik dr. Jászberényi József. Az a párkapcsolat és szexualitás időskorban, ugye ez sokáig tabu volt Magyarországon, egy szót sem lehetett róla szólni, aztán jöttek azok a filmek, amelyek művészi módon, de nagyon jól feldolgozták ezeket a témákat, és ma már azt hiszem, hogy egy tudományos előadáson, sőt a tapasztalatom is mondja, tudományos előadáson már nem fordul elő az, hogy valaki föláll és azt mondja, hogy miért kell erről beszélni, meg ez hülyeség. Amikor én ezt az egészet elkezdtem 2001-2002-ben, volt egy-két ilyen előadásom időskori szexualitás, hogy kimentek az emberek, egy páran, nem mindenki, páran kimentek. Most ez abszolút nem fordul elő, sőt kérdeznek, és nem egyszer akkor azt mondom, hogy ehhez is ehhez a szakemberhez kell fordulni, és akkor az bővebben ad felvilágosítást. Az ingyenes online előadást október 13-án 18 órától a Csokonai Kulturális Központ YouTube oldalán lehet majd megtekinteni, ahol visszanézhetőek a már említett korábbi videók is. Alkotói pályázatot hirdettek középiskolásoknak várakozó terek címmel vizuális és audiovizuális kategóriákban. A pályázatra grafikával, fotóval, animációval, sőt videóklippel is lehet jelentkezni. Fedezd fel a közvetlen környezeted. A látottak vagy hallottak alapján mit érzel időben és térben? Haragot, aggodalmat, szeretetet? Talán csak unatkozol és fel akarod rázni a dolgokat? Milyen történetet mesélnél el? Vagy esetleg üzenete van a környezetednek? Vizualizálj egy történetet vagy üzenetet, ami környezetedből fakad, bármilyen médiumban. Így szól az a pályázati felhívás, amit középiskolások számára írt ki a Pillanat Művészeti Alapítvány. A pályázatra vizuális és audiovizuális kategóriában várnak alkotásokat. Legyen szó kísérleti vagy alkalmazott grafikáról, fotóról, animációról vagy akár videóklipről, október 31-ig fogadja őket a kiíró. A legjobb alkotások közönség vagy szakmai díjban részesülnek. A pályázat pontos részletei a Pillanat Művészeti Alapítvány honlapján érhetők el. Éles felkészülési mérkőzéssel vágott neki az új idénynek a Palota RSC a női röplabda MB2-ben. A kötelező győzelem meglett, a csapat vezető edzője azonban egyáltalán nem volt elégedett.
Közel fél éves szünet után végre újra tét meccset játszott a Palota RSC felnőtt női röplabda csapata, amely október első hétvégén megkezdte a szereplését az MB2 2021-2022-es szezonjában. A 15. kerületi lányok első ellenfele a TFU 21-es gárdája volt a Szőrliget utcai csarnokban, és ahogyan arra számítani lehetett, Palasik Marietta együttese 3-0-ra nyert, ám a vártnál így is szorosabban alakult a találkozó, amelyen a hazai csapat nem játszott jól. A játékosok összekapták magukat a meccs végére, de nagyon-nagyon sok volt a hiba, és az olyan kiküszöbölhető butaságok, amiket hát gyakorolnunk kell, illetve hát kevés volt ez a felkészülési idő még arra, hogy így az olyan játékosok, akik nem játszottak együtt már tavaly, tehát az újonnan érkezőkkel, ez az összeszokatlanság, ez nagyon meglátszott, és ehhez többet kell a játékosoknak beszélni, kommunikálni, irányítani egymást, hogy esetlegesen 10 meccs után már kijöjjön az, amit szó nélkül is meg tudunk oldani. Az feltételeztük ugye, hogy egy kicsit könnyebb meccs lesz, de azért mégiscsak a pontokon meglátszott, hogy annyira mégse volt olyan egyszerű. Reméljük, hogy legközelebb majd könnyebb lesz, és gyorsabban tudunk majd nyerni, de meglátjuk majd. Szerintem ez egy nagyon jó ilyen már éles bemelegítő meccs volt nekünk, mert ugye a TF az nincs, nem rendesen B2-es csapat, úgyhogy jó volt, hogy kicsit megláthattuk, hogy milyen stresszesen is együtt a csapat, és így tudjuk, hogy miken kell javítani, és mikbe tudunk még javulni. A döcögősebb kezdésben az is szerepet játszott, hogy az utolsó pillanatban kellett átvariálni a csapatjátékát. Tudni kell, hogy a héten, hétfőn a második feladóm, akit ide igazoltunk volna, az mégiscsak úgy döntött, hogy nem vállalja a játékot. Úgyhogy igazából ez mint a villámcsapás úgy ért minket, mert mint második feladóra számítottunk, vele gyakoroltuk végig az alapozástól kezdve ezt az 5 hetet. Úgyhogy most úgy tűnt, hogy a liberó játékoson bevethető feladónak. Megpróbáltuk ezt is, hogy ő a második feladónk. Hát nyilván most megint egy hét alatt gondolkozni kellett, variálni, kipróbálni így is a játékot és úgy is a játékot. Hát van egy elképzelésem, de majd meglátjuk, hogy ez hogy fog elsülni. Úgyhogy megint egy nehézség elé álltunk. A hibák kijavítására pedig nem volt sok idő, hiszen a hétvégén már Veszprémbe látogat a csapat, ahol már egy másik MB2-es együttes ellen kell bizonyítania az U21-es gárda helyett. Spanyol-francia döntőt rendeznek a Nemzetek Ligájában. Spanyolország és Franciaország fog összecsapni a labdarúgó Nemzetek Ligája vasárnapi döntőjében, miután előbbi válogatott az Európa-bajnok olaszokat, utóbbi pedig a belgákat győzte le az elődöntőben. A Luis Enrique irányította spanyolok 2-1-re múlták felül az első félidőt emberhátrányban játszó olaszokat, és már a rendes játékidőben eldöntötték a mérkőzést. A második elődöntőn sokáig úgy tűnt, hogy a hosszabbításra marad a döntés, de a 2-0-ás hátrányból felálló franciák a 90. percben belőtték a harmadik góljukat, és 3-2-re nyertek. A döntőt vasárnap este 20 óra 45 perctől rendezik, míg a bronzmérkőzésre ugyanaz nap délután 3 órától kerül sor. Két NB1-es csapat is edzőt váltott a héten. Az MTK és a Mezőkövesd élvonalbeli labdarúgó csapata is elküldte vezetőedzőjét a válogatott szünet hetében. A budapesti klub a májusban kinevezett Giovanni Constantino munkáját köszönte meg 8 fordulót követően. Ez idő alatt az MTK a mérkőzései felét elveszítve 10 pontot szerzett, amellyel jelenleg a 7. helyet foglalja el. A csapatot jelenleg Teodoru Vasilis irányítja megbízott vezetőedzőként. A másik klub, amely megvált trénerétől, a 10. helyen álló Mezőkövesd, amely Pintér Attilával bontott szerződést közös megegyezéssel. A Borsod megyei klub már ki is nevezte új vezetőedzőjét Supka Attila személyében. Játékosa kis hián neki ment Dárdai Pálnak. Parázs jelenetek játszottak le a német élvonalban szereplő Hertha BSC labdarúgó csapatának edzésén, amikor a berlini gárda sztárjátékosa Kevin Prince Boateng heves szóváltásba keveredett Dárdai Pál vezetőedzővel.
A rutinos középpályás azt nehezményezte, hogy Dárda éles miatt nem adta meg az egyik gólját. A Sportbild beszámolója szerint a vita tetlegességig is fajulhatott volna, ha a csatár Davy Zelke nem lép közbe. A felek később rendezték a nézeteltérést, Boateng pedig közös fotót is posztolt Dárdaival az Instagramon. Győzelemmel mutatkozott be a női kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. 10 gólos sikerrel debütálta a magyar női kézilabda válogatott kispadján Golovin Vladimir szövetségi kapitánya portugálok ellen Érden lejátszott Európa-bajnoki selejtezőn. Nehezebb első félidő után a magyar lányok 34-24-re nyertek. A válogatott legközelebb vasárnap immár idegenben lép pályára a szlovákok ellen. A női és férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya is folytatja a munkát. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége a női és a férfi válogatott szövetségi kapitányával is szerződést hosszabbított, Merz Tamás és Bíró Attila így 2024. október 22-ig irányítja a magyar válogatottakat. A két szövetségi kapitány megtartotta beszámolóját a szövetség elnöksége előtt. A testület a beszámolókat elfogadta, majd döntött arról, hogy nem ír ki pályázatot egyik posztra sem, végül pedig meghosszabbította a két szakember szerződését. Jönnek az éjszakai mínuszok, de napközben sem lesz már barátságos az idő a következő napokban. Szombaton hideg lesz a reggel, de napközben sok lesz a napsütés, és csapadék egészen az éjjeli órákig nem várható. Vasárnap is borongos, felhős időre, sokfelé esőre készülhetünk, helyenként a szél is megélénkül. Hajnalban -1, +8, délután 8-15 fok valószínű. Hétfő reggel sokfelé, délután egyre kevesebb helyen eshet, de továbbra sem lesz száraz időnk. Hétfőn még csak élénk, kedden már erős lehet a szél. Reggelente 0 és 9 fok között, délutánunként 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Heti Hírtükör című műsorunk ismétlését siketek és nagyot hallók számára kedden feliratozva sugározzuk. Ezt követően weboldalunkra is felirattal ellátva kerül fel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!